Sziasztok! A kerületjáró túra részeként itt vagyok Újpesten, nem messze az Angyalföld kocsiszinttől, de már Újpesten. Nagy Dáviddal, a Kétfarkú Kutyapárt újpesti polgármesterjelöltjével, akivel már tartottunk egy közös beszélgetést, amire a többi főpolgármesterjelöltet is meghívta, de csak én jöttem el. Nemrég a Wasserban, ezt a YouTube-on meg tudjátok nézni, egy jó hosszú beszélgetés. Most viszont azért vagyunk itt, hogy Újpesten is fontos problémákra ráirányítsuk a figyelmet. Dávid. Két dolgot szeretnék ígérni a kedves választóknak. Engem bármelyik főpolgármester jelölt megkeres, fogok vele akciózni, fogok vele együtt dolgozni, akkor is, ha már polgármester leszek. A másik pedig az, hogy az angyalföldi kocsiszínből mindenképpen újpesti kocsiszínt fogunk, amennyiben ezt támogatja a többség. És a harmadik, ez pedig már nem ígéret, most pedig lerakunk egy mobil zebrát, hogy megmutassuk azt, hogy a Kinoin utca, illetve a Pozsonyi utca sarka csúcsidőben egy alapvetően veszélyes hely, és jó lenne egy zebra. Ez az igazi kampány zebra. Így. Hajrá! Ups, a vízben, ne? Igen, a műhely nem lesz. Ups. A sztár tagjai esetleg átsétálnának, nem sétálnának. Sziasztok. Csá, nem ide kell. Átmegyek az ebben. De nem itt kell zebra, itt nincs forgalom. Szóltam egy MTK-t is, hogy pont ott a villamos a zebrát a hölgy. A villamoshoz kell eltűkni. De máshol is beszéltünk, hogy ott is legyen zebra. Ez van, két zebra, csak közben hagyjuk. Van zebra. Villamos híre nem terítenénk le ilyet, de teljesen igazad van. Rögtönzött utca fórum is lett ebből. Valóban egyébként az úrnak teljesen igaza van, de nyilván, hát nyilván mobil zebrával azt nem lehet megoldani, hogy viszont az útról jöjjön be mindenki. Azért én nem azt látom, hogy itt ne lenne szükség zebrára, mert most éppen mindkét irányból jönnek az autók, és elég nagy bajban lennénk enélkül. De a lényeg, hogy az is biztos, hogy a kocsiszín előtt is hiányzik egy ilyen gyalogos kapcsolat a villamos vágányokon át. Tehát azzal is bőven van mit tenni. Ez a szimbolikus mobil zebra pedig azt próbálja bemutatni ilyen kutyás gyorsasággal, Kétfarkú Kutyapárti gyorsasággal, hogy hát azért igenis lehet gyorsan lépni dolgokban, nem kell feltétlenül évekig tartó bürokráciát csinálni minden körül. Nyilván a zebrákra rengeteg szabály vonatkozik, ezt én is tudom pontosan, de rengeteg dologban lehetne gyorsabban előrelépni, mint ahogy ez ma ebben a városban történik. Az újpestiek pedig büszkék az öntudatos állampolgárokra, akik simán zebraavatás közben is közbeszólnak, hogy állj, még egy zebra kell. Még egy zebra kell, ez így van. Köszönjük szépen. És ugye még ami egy érdekes terület itt, hogy hát lényegében ez az az útszakasz, aminek a felújítását hányszor ígérték már meg? Ezt már 17-ben is megígérték, még tehát a Wintermantel. Ez egy rekorder mennyiségben megígért útfelújítás, az egyik legrosszabb állapotú út itt. Budapesten ma egy évben 0,6%-át újítja fel a főváros az 1100 kilométeres fővárosi úthálózatnak. Ezzel mindenképpen változtatni kell, mert ha ebben a tempóban haladunk, akkor minden 166. évben jutunk el ugyanarra az útszakaszra. Az alatt meg elég gyorsan tönkre megy azért. Tehát van itt feladat, addig is pedig sétáljunk át, ha az autók szabaddá teszik a mobil zebrán, amit most itt létrehoztunk. Azért van haszna. Lett haszna. És valóban két bejelentés.